Mi az az önkarma, és így mit gondolok egyáltalán a karmáról? Volt egy olyan időszakom, amikor egy coachnál jártam, és nagyon-nagyon nehezen mozdultak be a dolgok, azt éreztem, hogy el vagyok akadva, és ezzel nem szerettem volna dolgozni, ezt a témát vittem oda hozzá. És akkor ő azt mondta nekem, hogy bizonyos dolgok azért nem működnek még, vagy majd csak később fognak, mert hogy a karmámnak ki kell egyenlítődnie. És én egyáltalán nem éreztem azt, hogy ez igaz lenne, nem éreztem azt, hogy hogy olyan nagyon lenne egy olyan kifelé adandó adósságom, amiben az én szenvedésemnek kell megtörténnie. És ahogy eljöttem onnan, és ezen gondolkodtam, egyszerűen az ugrott be, hogy ha valakivel szemben adósságom van, és ha valakit nagyon sokat bántottam, akkor az mondjuk én vagyok többek között. És ezt a fajta adósságot, és ezt a fajta bántást, és ezeket a fájdalmakat, amiket én saját magamnak okoztam, ezeket nem tudom szenvedéssel kiegyenlíteni, mert egyszerűen nem ez az útja. Kell, hogy legyen, és van is egy másik út, ami nem abból áll, hogy én büntetem magam bizonyos dolgokért, amikről még azt tudom esetleg most, hogy mik ezek a dolgok. Arról nem beszélve, hogy nagyon sokan használják, meg hangoztatják a karma szót, és hogy majd az élet megjutalmaz, vagy megbüntet, az szerint, hogy én így másokkal mit teszek. Én nem szeretném, hogy a világban több szenvedés legyen. Akkor se szeretném, hogyha valaki engem bántott. Azt szeretném, hogyha egy olyan világban élhetnék, ahol az emberek boldogok, ahol szeretettel tudnak saját magukhoz és másokhoz is hozzáállni, és ez valahol itt kezdődik. És nekem a karmának, magának ez a kiegyenlítődés, stb. Gondolatmenete egyszerűen fájdalmas. Fáj arra gondolni, hogy én mások szenvedését várnám. Nem várom mások szenvedését. El tudom engedni, hogy te szenvedj, vagy bárki más szenvedjen. Azért, mert nekem valamikor egyszer valami rossz volt. Azt szeretném, hogyha másképp lenne ez a világ, hogyha boldogság és szeretet lenne benne, és mindenkinek az érzései fontosak lennének. És ennek nem csak a szenvedés az útja. László Viktória vagyok, és most az egyik áttörés videómat láttad. Úgy gondolod, hogy mást is érdekelhet ez a téma, akkor oszd meg vele nyugodtan.